nem igazán hergelt fel, és az úgynevezett textil kísérletek sem, hogy mi van akkor, hogyha vasat rakok a felvető közé, és mi van akkor, ha befekszem a gipszbe, és fonalakat rakok magamra. Hát ezek mélyen idegenül hagytak, mert azt gondoltam, hogy sokkal nehezebb egy adott rendszerben újat csinálni. Tehát, hogy van neked egy felvető rendszered, abba bele kell szőni a fonalat, na ezzel kezdjél valamit, ami új. Ez nem látványos, viszont elég rendesen át kell gondolni. És teljesen természetes módon kezdtem goblent csinálni, és viszont úgy látszik, többen is így gondolkodtunk, mert iszonyat meglepetés lett, hogy egyszer csak így teljes melszilegségben megjelent egy goblenes gárda. Az 1982-ben az az öröm ért, hogy elmehettem Velembe ösztöndíjasnak. Velem egy jó hírű ilyen textiles ösztöndíjas táborhely volt. És abban az időben gondoltam azt, hogy megtanulok fotózni. Volt egy ilyen régi zenit fényképező gépem, és sikerült venni egy kis objektívet hozzá. És azt találtam ki, hogy volt a házi használatú goblenem, ami azért lett házi használatú, mert mikor elkészült, ugye ettől a szövés technikától, amit én használok, kicsit hullámos lett a felülete, és gondoltam, mivel kicsi kivasalom, és vizes ruha alatt a kék fonal befogta a fehéret, és ettől ilyen foltos lett, és hát na mondom, ezt jól elintéztem, akkor így elneveztem ezt, hát ez már csak egy házi használatú goblen lesz. És mivel ez olyan jól kimosódott, és így is maradt, úgy gondoltam, hogy ezt a kis goblent, ezt levittem oda Velembe, rászögeztem egy lécre, és beleraktam, ott van Velembe egy patak. És beraktam a vízbe, egy gyors folyású kis patak, és hogy azt lefotózom. És akkor készült ez a fotó. Aztán ez nagyon megtetszett, és úgy gondoltam, hogy na, akkor ezt most újra meg kéne szőni. És ebből született a Villanás a vízben című goblen. Budaörs ez egy sarkalatos pont, ez mai napig tart. A szüleim, illetve hát nagyszüleim költöztek oda, a nagypapám kapott Pesten munkát, és így kerültek oda. Előtte telepítették ki a svábokat, és a jobb házakat már mindenki elfoglalta, és akkor maradt ez a kis szerencsétlen, vizes, pici ház, és egy unoka testvére lakott nagymamának Budaörsön, és ő mondta, hogy menjünk oda, ugyanis aki Pesten kapott el, és nem költözhetett Budapestre, azt hiszem valami 5 évig kellett az agglomerátumba rakni ahhoz, hogy esetleg megpályázza, hogy Pestre kerüljön. Na, így kerültünk oda ideiglenesen, és ez úgy látszik, hogy egy életen áttartott. Egy régi vizes kis svábházba. Hát nagyon szegényes, nyomorult és egészségtelen környezet volt. Ami miatt ott maradtunk, az a nagypapa 9 évig tartó rákos betegsége, amiben aztán meghalt, aztán utána az apukám is beteg volt, és akkor így nehézé vált az élet, és hát nem sikerült onnan elmenni. Majd aztán, amikor én megszülettem, és ott fölnőttem, tulajdonképpen ehhez a nyomorhoz rendkívül módon kötődöm, nem tudom miért. Nagyon sok rossz oldala van, de mégis, ahogy az ember felnőtt ebbe a környezetben, leginkább a kerthez ragaszkodom meg, hát nyilvánvalóan a családi emlékekhez. Hát azóta sokat változott, de azért nem lett jobb. Inger szegény környezet volt, nagyon sok hasonló sorsú emberrel, akik akár határon túli magyarokként bekerültek oda. Minden esetre Budaörs közel volt Budapesthez, de mégis elég messze ahhoz, hogy az ember vidékinek érezze magát. Mindez anyukámat például nem gátolta meg, nagyomámat meg a családot abban, hogy imádták a zenét, állandóan olvastak. Színház, mozi, koncert, ezek alapvető dolgok voltak, miközben a körülmények azért szegényesek voltak, hiszen nem volt vízvezeték, nem volt út, nem volt járda,
kerti vécé volt, tehát meglehetősen nagy ellentmondások voltak az életemben, még akkor is, amikor már a Magyar Iparművészeti Főiskolára kerültem. Volt évfolyamtársam, aki fölállt egy esztétika órán, és mondta, hogy ő már hallott olyat, hogy nincs fürdőszoba. Hát én meg úgy ültem közelében, és gondoltam, hogy én még így élek. Nem volt egyszerű vizet szerezni, és ugye egyáltalán közművesíteni sem ezen a környéken. Minden esetre minden nap így maxi szoknyába jártam, és így térdig fölhúzott szoknyába kivergődtem a sárkupacból a 40-es buszig, és akkor elautókáztam és villamosoztam a Magyar Iparművészeti Főiskolára, és akkor ott ugye esztétikát és hasonló dolgokat tanultam. Egyetlen gyerek voltam, rendkívül mondjuk úgy, hogy rossz, de inkább csak energiákkal teli. Mérhetetlen fizikai képességekkel rendelkeztem, és ezt nagyon nehéz volt mérsékelni. Tehát az, hogy mesélték, hogy egész pici voltam, talán még nem egy éves, amikor egy ilyen szöges szatyrot kihúztam az udvarra, és körülbelül már 100 szöget bevertem kalapáccsal a földbe, mikor felfedezték, hogy mit művek, de állandóan valamilyen kézműves dolgot végeztem, fúrtam, faragtam, építettem, és ezt aztán később kamaszkoromban kihasználták építkezéseknél, hordtam a sódert, kevertem a malter, cipeltem a messzeszsákot, és döbbenten néztek az utcába, hogy egy lány az ilyen, de én ilyen voltam, hát nem tagadtam meg magam, azon túl aztán rájöttek, hogy valamiféle módon mérsékelni kéne ezt a mérhetetlen energiát, mert azt hittem, hogy még repülni is fogok tudni, és mivel más nem volt, atlétikára irattak be. Aztán lehet, hogy jó atléta lett volna belőlem, vagy bármi más, imádtam táncolni, szerepelni, tehát mindent a fa tetején laktam, ez rendszeresen előfordult, hogy ott üldögéltem a fa tetején. Aztán ugye, amikor középiskolába bekerültem a művészeti szakközépbe, akkor meg letiltották ezt a fajta atlétikai, meg ilyenfajta mozgásokat, hogy el ne törje az ember a karját. A játékaim voltak babáim, de nem szerettem velük játszani. A barátnőmet az át lehetett csábítani, ha a babát nekiadtam. Én meg mindig ilyen szögekkel, meg fadarabokkal, meg ilyen kalapáccsal, meg turni-furni téglával, ilyenekkel. Egyetlen egy dolog volt, ami leszerelt a rajz. Ha kaptam egy füzetet, meg egy cerkát, akkor ilyen, az csak azt hallottak, én iszonyú hangosan szuszogok, és akkor Jézusom, mit csinál a gyerek? Hát rajzoltam. Ez egy érdekes dolog volt, mert amikor alsós voltam, volt egy nagyon szép tanítónénink, aki azonnal felfedezte, hogy remekül rajzolok. De ő férjhez ment és elköltözött, és akkor vége szakadt ennek a jó világnak, és a felső osztályban a tanárnő nem tartott engem olyan kiemelkedő tehetségnek, ugyan rácsodálkozott, hogy én tudom, hogy mi az, hogy perspektíva, meg leküldött rajzórát tartani, amikor nem ért rá. De nem ajánlott, úgyhogy erre sem emlékeztem, mert csak mondtak, hogy tulajdonképpen titokban jelentkeztem a képző gimibe, már pedig azért, mert amikor zenélni tanultam, akkor a zene tanár bácsi később jött be az órára, és én addig valamit rajzoltam a táblára, és nagyon szigorúan berontott, és kirajzolta ezt. Álltam ott behúzottam, hogy én. Te ilyen jó rajzolsz? Nem tudom. Nem akarsz ilyesre? Nem tudom. És akkor mondta, hogy na hát figyelj, van egy ilyen iskola, még van 2 hónap előkészítő, menjél oda. És mint kiderült, az a kezét rajtam tartott, tehát érdeklődött, és talán tett is egy-két jó szót az érdekembe, mert felvettek a tanárnő legnagyobb megdöbbenésére, aki évek múlva is megkérdezte, ugye te protekcióval kerültél be, hát én megmondtam, hogy én nem tudok róla. A nagymama az rettegett. A nagymama azt mondta, hogy a fiam éhen fogsz halni, ne? Az anyukám meg, mivel a nagymamám meg az anyukám merő ellentétek voltak, az anyukám menjen a gyerek művésznek, hát fogalma nem volt anyukámnak se. Úgyhogy itt nálunk ilyen nőuralom zajlott, és hát nem tudták, hogy, illetve a nagymama az úgy gondolta, hogy ebből csak katasztrófa lehet, úgyhogy hol a postáshoz, hol a kéményseprőhöz, vagy a nem tudom én kinek, a kiéhez hozzá szeretett volna adni feleségül, mert attól félt, hogy ilyen fogok halni, és hogy kell valami, biztos kereső a családba. Anyukám meg
lazán vette ezt a dolgot. Két szakaszos felvételi volt annó, hát ez még ugye 70-ben volt. Első fordulóban talán ülőportrét kellett rajzolni, és akkor valamit kellett tervezni is. Arra emlékszem, hogy volt egy csendélet, és azt mondták, hogy ebből tervezzünk valamit. És egy absztrakt képet csináltam, és azt hiszem, ezen nagyon elcsodálkoztak, hogy mit találtam ki. Épp, hogy elkészültünk, a barátném és iskolatársam jött, hogy beáll, jövök, segíteni, még az utolsó rész nem volt kifestve, hogy kész legyen, és akkor döbbenetes módon sikerült. Azt akkor jött az iparfelvételi, az is azt hiszem két szakaszos volt, és akkor az utolsó pillanatban azt írták, hogy jól sikerült, de nem kerülhetek be, mert valaki bekerült, és de fellebbezhetek, és akkor írtam egy fellebbezést, és akkor nem kellett következő évben fellebbeznem, akkor következő évben automatikusan bekerültem, és hát azért ezt a vidéki gyerekséget megéltem, tehát rendkívül sok milyen félelem volt bennem, már a művészeti szakközépiskolában is ilyen nagy emberek, nagy gyerekei voltak, és azok elég rendesen elő tudták adni magukat, hogy ők a valakik, és az ember úgy megriadt tőlük, és másik oldalról meg nagyon sok harciasság, mint ahogy mondtam, hogy egy ilyen életelteli, tehát ilyen kettőség dúlt bennem, és akkor mentem az iparra, és azt gondoltam, hogy na majd én olyan szőnyegeket fogok tervezni, goblen szakra, szövött szőnyeg és fal kárpit szakra kerültem be. Márpedig azért, mert hogy igazándiból grafikázni szerettem volna, azt meg nem mertem megmondani a rajztanáromnak, és hát akkor azt gondoltam, hogy goblent választom, mert azt úgyis meg kell tervezni, és aztán utána hát igen, meg is kell szőni, az már egy másik kérdés, hogy majd olyan szép szőnyegeket fogok tervezni, amit az egyszerű emberek is meg tudnak venni, és hogy milyen jó lesz, és ilyen nagyon Petőfi Sándoros, neki buzdulásom volt, ilyen nagyon harcias voltam, és határozott, és elszánt. Alig vártam, hogy figurális gobleneket lehessen a főiskolán tervezni. Hát azt hiszem, hogy ez ilyen harmad-negyed év körül történhetett meg. A Vince bácsi és a Mari néni, nagymamának a bátyja és a felesége. A Vince bácsi egy fantasztikus ember volt. Egy ilyen vigadós, mulatos, nagy valaki nőcsábász. Így egy elég csúf kis ronda felesége lett a Mari néni. A felállásból is látszik, Vince bácsi, mint a nagy hadúr csücsükél a széken, Mari néni meg hatalmasodik felette. Hát ez már kifejezi ezt az összeállást. Mindenféle rémtörténeteket és nőkkel kapcsolatos történeteket mesélt nagymama, és hát nem lehetett megállni, hogy ebből ne legyen egy goblen terv. Ugye hogyan kerülnek az endrődi paraszt emberek a nemes műfaj által a goblen felületére. Ez volt az első ilyen figurális tervezésem, és hát azt mondta a kedvenc tanárom, hogy na, akkor ezt szője meg. Hát két hétig üldögéltem a terv felett, hogy hogy is fogom megszőni. Ugye azt gondoltam, hogy felvállalom, hogy figurákat szövök, hogy megszövöm őket, hogy a szövés műfajából fakadóan, nem ellentétesen, hanem abból fakadóan fogom megszőni őket, és így született ez a fajta félsoros és fektetett szövés. A következő munka az a diplomamunka volt, erre építkezett. Először azt találta ki a tanár úr, hogy pártházba tervezze a goblent. Hát én nagyon kétségbe estem, aztán kitaláltam egy sárkányülő Szent Györgyöt, de ezen aztán mindenki röhögő görcsöt kapott, és a végén nem ez lett a diplomamunka,
hanem egy sörözőbe kellett goblen tervezni, azért megint egy röhögő görcs, mert hát sörözőbe mikor kerül goblen, de ebben benn volt a régi várfal egy darabja, és ahhoz meg nagyon illett egy boltíves goblen, és így terveztem a Reménység című goblenemet, ami egy 4 méter x 2,80-as karton, de hát ugye egy fél éves diploma készítés időszak alatt ezt nem lehet megszűni, ebből aztán kiemeltem ezt a házas párt. Itt is nagyon fura a helyzet, mert a hölgy egy rámagasodik az úrra, kezükben pohár, isznak. Egy mulatos társaság, a Reménység goblennek a középpontjában egy gyermek áll, de hát ez most a diploma részleten nem látszik. Olyan reménytelen az egész. És egy kicsit arra az úri világra gondoltam ez a fajta, hogy nagyon szeretnénk sok mindent, és magyarok vagyunk, és ki szeretnénk törni, aztán valahogy úgy föladjuk ezt az egészet, és akkor ebből lesz egy ilyen mulatós, fenebánya, elúszik, nem foglalkozunk vele világ, és úgy gondoltam, hogy ugyan látszólag egy régi környezetben, régi ruhákban, régi jelmezekben, díszletekben zajlik, de hogy azért ez egy kicsit jellemző a magyarokra, hogy úgy eleresztik a dolgaikat, és ezért született ez a pár. Tehát amikor elkészül, akkor ugye először is akkor látod először, mert ugye meg lehetne nézni szövés közben, de akkor már baj van, mert ha kitekered, és mondjuk meglazul a felvetés, és az egyik helyen kilazul, a másik helyen meg feszesebb lesz, akkor megette a fene az egészet, mert egy kínlódás, visszatekered ugyan, de egy kínlódás az egész munka, tehát nem szereti az ember letekerni, hogy megnézze, hogy mi van ott. Ha meg nem tekered le, akkor meg mondjuk egy évig ülsz egy ilyen totál bizonytalanságban. Én mindig úgy szőttem, hogy az utolsó utáni pillanat, főleg, hogyha volt határidő, hogy úristen, megettem a fél hűtőszekrény, csak ne kelljen odaülni, hogy jaj, le kell ülni, jaj, nem. És akkor nagy nehezen leültem, és akkor viszont napig 248 órát, tehát akkor viszont így ájulatig, mert hogy akkor meg már idegesíti az embert, hogy mit is művel és hogy van. És van olyan is, hogy borzasztóan nem sikerül, hát pont a Reménység goblennél középen van egy gyerek. Azt úgy, ahogy volt, kivágtam, így két oldalt belevágtam a goblenbe, és kivágtam, és újra szőttem. Mert azt nem voltam vele megelégedve, tehát eszméletlen őrületeket lehet végrehajtani szövéskel, holott ez egy dögunalom, ugye, másoknak. És amikor elkészül, leveszed, akkor először is megállapítod, hogy na, a csodába sokkal kisebb, mint ahogy gondoltam. Mindig kisebb. Akkor úristen, nem is így akartam. Hogy néz ez ki? És általában olyan dürohamokat szoktam kapni, mikor levágom, és meglátom, és elkészül, hogy húha, hát azt hiszem, hogy egy kocsis az leckét vehetne így gondolatban magamtól, amikor magamba elmondom, hogy úristen, milyen szörnyű. Tehát megelégedettség nem szokott lenni. Aztán akkor az van, hogy kirakom, aztán úgy barátkozom vele. Nem szoktam elájulni a munkáktól. Aztán akkor valahogy úgy elmegy ide-oda kiállításra, nem látom többet, aztán nem tudom, úgy el vagyunk. A nagymama az egy erős egyéniség volt, fiatalon meghaltak a szülei, és akkor tanácsolták, hogy jöjjön el Endrődről, ott laktak, és nagyon hamar egy katonás, kemény asszonnyá vált, és amikor én megszülettem, akkor kiderült, hogy nem lehet engem óvodába adni, mert megvolt a mandulám, és állandóan megfáztam. Két hét óvodai tartózkodás után 40 fokos láz, és hát így mondták, hogy ez egy lehetetlen dolog, tehát nagymama az otthon marad, és engem nevel, és hát a nagymama mellett nőttem föl, és a nagymama folyton mesélte az endrődi történeteket. És tulajdonképpen a terveim és a rajzaim ebből alakultak, az a pár régi fotó és azok a történetek, ami a nagymama történetei voltak, a kis, ronda kis kövér kisbíró és a gyönyörű szép felesége, és akkor ugye az ember elgondol, hogy lett ebből egy ház, és miért ment ez hozzá, és ez hogy élnek, és hogy milyen borzasztó lehet. És hát létrejött ez a munka.
Ez azért érdekes, mert ez viszont csak félsoros szövéssel készült, és ez már teljesen fölvállaltam ezt. Ez egy új dolog volt, mert egyrészt a szakmánkban teljes goblent csak félsoros szövéssel még soha senki nem csinált. Másrészt ugye abban az időszakban nem volt divat, hogy figurális goblent kész, és egyáltalán, hogy goblent készítsen, ez az avantgárdnak a csúcs időszaka volt. Ez egy teljesen szembe vonulás ezzel az egész divattal, ezzel a korszakkal. A Busch magyar egy nem létező fotó tulajdonképpen, mert úgy néz ki, mintha valamilyen régi fotót szőttem volna meg, de ez a fotó nem létezik, ezt én találtam ki. Kicsit érződik a táncház hangulata, az én nagymamám endrődi származása, tehát a vidéki élet, és egy ilyen mulatós, nem szegény, gazdagabb rétegnek egy ilyen kiábrándult, minden mindegy viselkedése. A mi családi történetünkben is volt valaki, akinek voltak földjei, aztán simán elmulatta az egészet. Mindig rákérdeznek, hogy miért nem színesek ezek a goblenek. Hát maga a téma sem vonzotta annyira a színeket, de azzal, hogy az egész goblent egy fehér fonallal tartom mindig egységbe, ez egy kicsit ki is vakítja, de ez egy nagyon jó pofa dolog, mert ettől egy kicsit időtlenné is teszi. Tehát valahol elemeli a valóságból, és ettől hát lesz egy más világ. 90-ben már hallottuk hírét, hogy baj van, hogy ezzel a goblen oktatással baj van, és az akkori szövetségbe felkértek engem, és még valakit, hogy menjünk el a főiskolára, és nézzünk szét, hogy mi történik. És hát én ezt komolyan vettem, és én elmentem. A másik hölgy az közelébe nem került, nem is az ő műfaja. Szépen elmentem, és az akkor ott tanuló 6 darab textilessel elbeszélgettem. És hát kiderült, hogy valóban egy új szemléletmód van kialakulóban, a főiskola egyetemmé vált, és hogy ez egy dizájniskola. És ebbe az iskolában erre az avit, ócska műfajra nincs szükség, és hogy ezt hagyják abba, és hogy ez szinte naponta berendeli őket a tanszék, vezető tanárnő, és beszél a lelkükre, hogy felejtsék már el. Ebből a 6 textilesből az egyik az olyan szinten vesztette kedvét, hogy azt mondta, hogy innen kikerül, akkor már ez a 3+2 oktatási típus kezdődött, hogy ő a 3 után abba hagyja, és elmegy tanyára állatokat tartani, és elege volt a művészetből. Egyetlen egy textiles lány vitte tovább, azt nem érdekelte, ez elszánt volt, mint egy faltörőkos. Végig is csinálta, tehát még a +2 évet, azóta is ezt csinálja elszántan, és akkor voltak még textilesek, akik valahol középszinten, aztán nem tudom már pontosan, úgy nagyjából valahol vannak középiskolai tanárként, de nem művészként, vagy nem tudom. És magyarázatot nem adtak, ez volt, hogy avit. Nem kell. És még azt is elmondták ezek a diákok, vagy hát legalábbis ez, akiből végül is kollega lett, hogy az évfolyam társakat is borzasztóan szégyelik már magukat, hogy goblenesek. Tehát ki sem merik ejteni a szájukon, olyan hadjárat indult. És teljesen elsorvasztották. Pont most volt a
az iparművészeti szalon kapcsán egy kétnapos konferencia, ahova meghívták a design tanszék egyik professzorát, akitől megtudtuk, hogy ő volt ennek az egésznek az igazi kitalálója. Nagyon gúnyos és kemény stílusban közölte, hogy nincs szükség gobelenre, nincs szükség a kézműves iparművészetre. Itt olyan emberekre van szükség, akikből kipattan az isteni szikra, ne ismerjék az anyagot, se nincs szükség rá, mert majd oda megy a mesterhez, megkérdezi, megmondja, hogy mit, hogyan csináljon. Itt ötletek kellenek, ami a nagyipar számára talál ki dolgokat, amit majd sorozatgyártásban olcsón el lehet adni, és az emberek nagyon boldogok lesznek tőle. Hát, teljes felháborodás. Felmerült, hogy miért kéne a hagyományainkat kiölni. Eszembe jutott, mit mondana Bartoknak és Kodálynak? Hova küldte volna el őket? Miért kell kiölni egy technikát? A gobelen egy technika. De aztán ugye elbeszélgettem én képzőművészekkel, ahol ugyanez megy, hogy nem kell már festeni, meg rajzolni, mert a digitális, meg a nem tudom milyen, meg ilyen, meg olyan. Na most én azt gondolom, hogy a művészet az, amikor egy ember egyrészt gondolattal, tudatosan, az ösztöneivel és a fizikai, tehát a kezével nekilát és létrehoz valamit. Nekem ez a művészet. Köszönöm szépen. Érdekes, a legliberálisabb országokban virágzik. A legócskább goblennek is van helye. Nekem van valahol egy könyvem, amit nagyon úgy sejtek, hogy odaadtam valakinek, és szépen ráült. Ausztrál épületekben, középületekben fantasztikus minőségben és mennyiségben mindenféle goblenek. És egyáltalán nem ízlésromboló, borzasztóan jó helyen van, arról nem is beszélve, hogy nekem a Budapest annó munkámat, azt hiszem 84-ben vagy 85-ben készült el, az az Ausztrál Parlamentbe került. Tehát azt gondolom, hogy ez egyfajta rehabilitáció, hogy olyan helyre került, ahol megbecsülik, és az ausztrálok is megbecsülnek és ismernek engem pont ezért. Építettek, azt hiszem 87-ben volt az állami létük 200 éves évfordulója, építettek Canberrába egy új parlamentet, és írtak a világ összes országának, hogy szeretettel várnának műalkotásokat, és a magyarok egy nem tudom kinek a kerámiáját, és ezt a Budapest annó goblent ajánlották, és az ausztrálok a goblent választották. Tehát nem igaz, hogy nincs szükség erre a műfajra. Megfelelő helyen tökéletesen rendben van ez az egész. Egy vicces dolog volt, az egyik ilyen megbízás volt, a bankba készült, ahol nagyon sok kollega kapott munkát, és akkor én is kaptam, és hát így kínlódtak, gondolom, hogy hova adjanak már ennek a nyomorult, és akkor azt mondták, hogy a nyugdíjas klub. És akkor mondtam, úristen, nyugdíjas klubban mit lehet tervezni? És akkor két terv jutott eszembe, egy foci csapat, meg ez a kisgyerekek a tanítónénivel, régi fotó. És hát ezt választották, volt zsűri, és akkor nem a foci csapatot választották, pedig most milyen menő lehetnék, ugye, hanem a gyerekeket. És akkor úgy gondoltam, hogy de tényleg milyen vicsorogva ülnek ezek a nyomorultak, és hát mondom,
ezt így már tényleg nagyon túlzás, és eszembe jutott, hogy voltak ilyen színezett fotók, borzalmasak, biztos te is láttál ilyeneket. És akkor ebbe a nagy barnaságba szép kis kékeket be kellett lopni, hogy egy kicsit olyan vicsorgatósá váljon a jó ízlés számára, és akkor mondanám, fene egye meg, ez még kevés, és egy pöttyös labdát is be kellett oda csorni. Na most, hogy én nem vicsorgok, pont ezt mondták a zsűribe, hogy az a ronda vicsorgos, az biztos te vagy, mert annyira az utolsó pillanatban készültem el szokás szerint a munkával, hogy szerintem kancsalítottam, amikor bevittem a kéz zsűrire a munkát, és akkor mondták, na hát, úgy nézel ki, mint az a vicsorgó gyerek ott a jobb szélen. A goblen az egy olyan technika, ami mindenre alkalmas. Tehát a fotó naturától a lecsorgatott festékig mindent meg lehet, egy jó szövő, aki tudja a szakmát, mindent megsző. De nem ez a goblen. A goblen egy sík műfaj. Annak van egy sajátos útja, ott vannak az apokalipszis sorozat, vagy egy hölgy egy szarvóval, ezek az ősi minták. A goblen ez. És a mai korban is sík gobleneket kell, tehát nem térbeli fotómásolatokat kell. Lehet, csak nincs értelme. És mindenki kereste, vagy legalábbis én kerestem ezt az utat, hogy mi az a 20. századi goblenes út. És teljesen egyértelmű volt, hogy a rajzaimat fogom szőni, tehát abszolút rajzos alapúak lettek ezek. Először nem, először fotó alapja volt, amiről egyesek azt gondolták elsőnek, hogy valami nosztalgia, hát semmi köze a nosztalgia, soha nem nosztalgiáztam, nem is vagyok ez a típus. Azokat a figurális gobleneket is kérdésekkel és fricskákkal telve gondoltam megszőni. És utána meg azt gondoltam, hogy most jó, és akkor mi van, hogyha rajzokat próbálok, ugye, de nem rajzot kell szőni, hanem goblent. Tehát hogy lesz a rajzból mégis goblen? Hát ezen szöszöltem, kísérleteztem, először csak picikéket, aztán egyre nagyobbak, tehát lettek nagyméretű ilyen rajzos grafikus alapú goblenek, és most a legutolsó goblenem, mert közben elkezdtem sokat rajzolni, és az most jobban izgat, mert az még nincs úgy kialakulva, mint a goblen, abban meg egészen visszatértem valami egészen őskori, szinte durva és érthetetlen stílushoz, és nagyon határozottan érzem, hogy ezt kell csinálni, hogy miért, azt nem tudom. Tehát az elemi szál, mint olyan, átkerült számára a vonal értelmévé, tehát a fibrum, mint olyan latinul, az most már nála a grafikának az alapvető része lett. És munkásságának további kiteljesedése véleményem szerint ennek a szellemi tartalomnak az átadását jelenti, mind a technikának a átértelmezésében, mind pedig a mondani valónak a prezentálásában. Miért mondom ezt? Évet ünnepelünk idén, nagyon aktuális egyik munkája Hauser Beátának, ahol a szálat megbontotta, és most már a betű jelenti, a betű folyam jelenti az elemi szálnak, amit mondtam, a fibrumnak a helyettesítőjeként van jelen a textúrában, magában, tehát a kifejeződő képben. Tehát úgy gondolom, hogy egy sokkal intenzívebb, szellemi szintre emelkedő életpályának a lezárása lesz ez, mert hát egy fiatal alkotó művészről van szó, tehát még itt bőven előtte vagyunk a kihívásoknak. Ki a fenének jut eszébe, hogy szőjön egy marha nagy darab tollat, de ugye ismerve ezt a fektetett technikát, ez úgy néz ki, hogy mikor ki van feszítve a felvetés, akkor minden szépen rálapul a keretre és sík. De én tudom, hogy akármilyen profi módon tudok szőni, mikor azzal szórakozom, hogy ilyen ferdéket szövök jobbra, meg balra, meg ide, meg oda, az meg fogja húzni a felvetőt, és én azt pontosan tudom, hogy amikor leveszem a szövőszékről, az ki fog dudorodni. Az hullámos lesz, mint a szántás.
és tudtam, hogyha leveszem a tollat a szövőszékről, ez a játék, ez majd így ki fog így emelkedni a síkból, és akkor olyan lesz tényleg, mintha egy valóságos tollottan ezek a kis pihékot. Írta is egy látogató, azt hiszem, nem is tudom, hol volt kiállítva, hogy na hát, ez olyan, mint a birizgálná az orromat. Ez aranyos volt egyébként, és nem tudom, ez jól esett egy ilyen marhaságot, és egyébként az lett a címe, hogy toll a fületekbe. Magáról a kárpit műfajról és erről az egész technikáról annyit azért fontosnak tartok elmondani, hogy ezt az embernek magának kell csinálni elejétől végéig. Ugye a kárpit történetben voltak műhelyek, hatalmas munkák, de pont a 20. századra alakult ki az, hogy ez egy egyéni műfaj is lehet. Ferenczi Noémi, ugye a mi tanítómesterünk, ő készítette itt a 20. században önállóan egyedül az alkotásait, és mi ezt az utat szeretnénk követni. Tehát számomra a kárpit művész az, aki megtervezi és meg is szövi ő maga a goblent, ugyanis rengetegen már a múltból kiindulva szövettetnek. Na most ez nem ugyanaz, mert az, aki sző, az is egy ember gondolatokkal rendelkezik, és ha elé rakják a tervet, lehet, hogy egészen másképp fordítja le ezt a tervet a szövésre. Van olyan kolléganőnk is, aki így épített nagyon szép munkásságot, de mindegyik ott ült a szövőnő mellett, és mondta, na most hát ehhez képest, ha már ott ülök, nem egyszerűbb, ha én csinálom meg? Arról nem is beszélve, hogy én magam is azon kapom magam szövés közben, hogy nem is így akarom. Tehát nem egyszer bontom ki, vagy másítom meg, vagy egész mást szövök, mint ami a tervem van. Vagyis az bizonyítandó, hogy ez nem egy szó szerinti leszövés, vagy én nem arra használom, hogy a tervet egy az egybe leszövöm, mert ott a szövő széken dől el az, hogy maga a goblen milyen lesz. Tehát én ott igazándiból anyagban újra gondolom. Van, aki nem is tervez, hanem csak egy vázlatot csinál és úgy szövi. Nekem megvan a tervem, de mégis a szövés a főszereplő, tehát a goblennél a szövőszéken dőlnek el a dolgok, és nagyon sokszor kell improvizálni, másként csinálni, és ezt nem lehet elmondani más embernek. Tehát számomra akkor kerek ez a dolog, hogyha elejétől végig én csinálom meg, és akkor én nekem kell fölvállalni, és föl is vállalom. Így igen, igen, én csináltam. És hogyha elrontottam, akkor azt is, hogy elrontottam. '92-ben volt Japánban egy goblenes társaságnak, azt hiszem 9-en voltunk, japánoknál volt egy magyar hónap, és 9-ünknek volt ott kiállítása, és ez a társaság együtt maradt, és elhatározta, hogy a milleniumra szeretne valamit csinálni, és hosszú gondolkodás, és elképzelések után pont a Péreli Zsuzsa mondta, hogy mi lenne, ha a himnuszt megszőnénk. Na hát ez az ötlet nem semmi. Különböző egyéniségek voltak ebbe a társaságba. Én az elején nagyon nem is akartam ebbe részt venni, de hát aztán mégis rábeszéltek, hogy azért csak maradjak és gondolkodjak rajta. Több tervet is készítettem, és mégis úgy gondoltam, ez például volt egy figurális terv, úgy gondoltam, hogy valahogy igen, igen, de nem áll közel hozzám. És ez idő alatt nem voltam zsenyén, nem szeretek művésztelepre menni, nem is voltam sokszor, és nagyon sokat kínlódtam, mert nagyon nehezen illeszkedek be idegen környezetben, nagyon nehezen találok magamra. Leginkább kimentem az udvarra, és ott vacakoltam a kertbe. És közben rajzokat készítettem. Tulajdonképpen a himnusz ugye az egy könyörgés a
a magyarok jobb sorsáért, és egyáltalán egy jobb létezésért. És hát először, első nekifutásban egy olyan tervet csináltam, ami már nem létezik, ami mindenféle magyarokra jellemző ábrázolás, rajz, tehát megmaradt régészeti és történelmi dolog szerepelt. Aztán rájöttem, hogy ehhez olyan nagyon sok közöm nincsen, meg nem is szeretem annyira, akkor ezt úgy kezdett úgy eltűnni a tervről ez a sok jelkép, aztán maradt ott három gyerek háttalálva, aztán azt is unalmasnak tartottam. Akkor volt egy közbeneső fázis, ahol azt gondoltam, hogy csinálok egy olyan tervet, ahol az országon átvonult összes katonát lerajzolom, mint játékokat, és gyerekek fognak játszani köztük, és hogy ez is egy olyan érdekes dolog lesz, de végül is ez sem valósult meg, és ezen közben már évek óta rajzoltam, és rájöttem, hogy tulajdonképpen, hát miért akarok én valami egészen más dolgot kezdeni magammal, mikor itt vannak ezek a rajzok, és ezek a rajzok lesznek talán azok, amin keresztül ezt a témát oly módon közelítem meg, hogy tulajdonképpen ugye itt az időről van szó, mert eltelt 1100 év, arról, hogy itt vagyunk, hogy magyarok vagyunk, hogy mindenki természetesen jól vagy jobban akar élni. És gyakorlatilag így visszacsupaszítottam ilyen általánosságokig ezt a dolgot, és mivel hogy úgy gondolom, hogy a rajz szerkezete az a szövéssel rokonítható, ezért olyan rajzokat csináltam, amik egyrészt azonosíthatók, másrészt meg ilyen elvontabb dolgok, és egy kicsit olyan primitívek, és egy kicsit az idővel próbálnak foglalkozni, és így jöttek létre ezek a bizonyos rajzok. Amik valamilyen kezdetet mutatnak, meg valamilyen véget. Utalnak arra, hogy igen, van ember, aki itt él, vagy élt, vagy élni szeretne, és hogy van itt fejlődés is, ugyan egészen embrionális, de mégiscsak van valami remény, hogy ezeken a háborúkon, torzsalkodásokon és rossz gondolatokon túl mégiscsak lehet valami, hogy mégiscsak csak létezhetünk, hogy élhetünk, úgyhogy eljutottam egy egészen ilyen embrionális gondolatig. Ezért rajzoltam én ilyen, ahogy mondtad, csomókat, amik egyfajta ilyen fejlődésre utalnak, de van ebben ruhafoszlány, állatra utaló, szarvasra utaló jel, ugye, mint a magyar jelkép, a csodaszarvas, van benne épületre utaló jelkép, emberre utaló jelkép, harcosra utaló jelkép. Tehát megpróbáltam egy ilyen nagyon primitív, mert azt gondolom, hogy az emberek valahogy az évszázadok alatt semmit sem változtak, csak a körülmények finomodtak. Most lézer van, és számítógép, de a gondolat, az mindig ugyanaz a primitív gondolat. A szerzés, a birtoklás, és emiatt megengedi magának, hogy másokat elpusztítson. De én mégis próbáltam ebben a goblenben pici reményt adni, hogy talán ezeken a rossz gondolatokon túléljük ezeket az őrületeket, és hogy talán életben maradunk, hogy van esélyünk. Nagyon régóta nem gondolok arra, hogy munkáim kerülnek bárhová. Nagyon régóta magamnak
csinálok gobleneket. Most ritkán csinálok, mert most azért mégiscsak belekavarodtam a rajzolásba, de nem hagytam abba ezt, tehát én goblenesnek vallom magam. Grafikában még úgy szédelgek rendesen. Tehát, hogy bennem van a nagy, nem tudom, valamit nagyon akarok, csak még nem jött ki. Aztán egy mindenféle ilyen mellékzöngék vannak, de hát reménykedik az ember. Mikor nem tudom kitalálni, hogy mit rajzoljak, de mégis lelkiismeret furdalásom van, hogy nem csinálok semmit, akkor vannak ilyen kis mindenféle alakú, formájú és színű üres lapos füzeteim, amiket ilyenkor előrángatok, és kínomba rajzolok nagy szégyenembe, és lelkiismeret furdalással, de hogy muszáj, hogy mozogjon az embernek a keze. Aztán a Latinovics mesélte, hogy valamilyen bűnöző mondta, valami nagy ilyen mafiózó, hogyha bekerül a börtönbe, finomnak kell maradni az ujjának, és ezért inkább reszelővel reszelgeti, hogy finom maradjon, tehát hogy szóval foglalkoztatni kell az embernek a kezét, még ösztönösen is. Aztán közben jönnek a gondolatok is, meg így gyötrődik az ember. Ilyenkor lehet agyalgatni, hogy mit szeretnék meg, mi foglalkoztat. Vékony vonalakat húzogatok, és azt már szabad szemes, sőt, még szemüveggel sem látom, hanem ahhoz még nagyító is kell. És ezt a helyzetet még úgy lehet fokozni, hogy kimondottam, rücskös papírra rajzolok, ahol ez a toll úgy ugrál, mint a szöcske. És akkor még nehezebb a feladat, hogy ott jó kis egymás mellett lévő vonalakat kell csinálni, és akkor ez egy ilyen, nem tudom, ez egy ilyen nehezített feladat, hogy ezt meg kell csinálni. Írtó szenvedés az egész közben, tehát ilyen nem tudom megmagyarázni, hogy micsoda defektus. Azt is szoktam gondolni, hogy az ember saját maga pszichológusa, mert ilyenkor aztán végtelen gyötrelmek és gondolatok száguldoznak az ember, csak jó lenne, ha már valami születne is közben, nem csak új gyakorlat. Az apokrif az én vagyok. Önző módon, tőlem eltérően, ahogy én mindig töviről hegyére megterveztem a munkáimat, ezt csak úgy összerakogattam. Összeszedtem mappában elheverő számomra nagyon fontos kis rajzokat, és ebből összeállt a goblem. Ebben benne van Budaörs, a táj, a hegy, a kőhegy, a kerítés, a nagymama, én, Pilinszky, Adi, áttételesen Latinovics, ahogy szavarja a verseket, és egy csomó minden dolog, ami abban az időszakban foglalkoztatott és érdekelt. Grafikai jellegű munkák.
vagy grafika van, vagy goblen, tehát kettőt egyszerre úgy gondolom, hogy nem lehet csinálni, és ez is teljesen abnormális, hogy van 80 goblenes mondjuk Magyarországon, tehát egyszerűbb lenne ebben a közegben működni, amiben azt gondolom, hogy azért az ember le is tett vagy, de engem sokkal jobban izgat az a dolog, hogy van, tudom én, 20 000 grafikus, de engem az izgat, hogy én szeretnék rajzolni. Na most ezt nem tudom megmagyarázni, hogy mi ez a defekt. Hát mind a kettőben gondolkodom, van még dolgom.